Ha nem népzenész lettél volna, mi lettél volna? Nem tudnék rá válaszolni. Itt nem tudok, mert szoktuk mondani, hogy én erre születtem. Édesapám, ő a falu zenésze volt annak idején. Tehát úgymond anyatejjel szívtam magamba. És a csak kizárólag népzenét ma akkor. Persze hát, mint ahogy cseperedtem, édesapám megtanított egy-két boci-boci tarkát, meg süsfélnap, meg ilyen apró kis nótákat. Aztán elvittek a zeneiskolába, Széchenybe még. De nem jöttem ki nem a tanárral, hanem a műfajjal, vagy nem. Szívesebben mentem apámmal ilyen TS zárszámadás, meg ilyesmikre, ilyen családi összejöveteleket hegedülgettünk. Hát csak a lokális zenéket csináltuk elsősorban, meg amit a rádióból felszedtünk, mert már volt rádió annak idején. Eleinte még politikai dalokat énekeltem, meg írtam, meg koncerteztem, így 15-16 éves koromban. Gitárénekkel jártam a környéket, szép volt az is, szép időszak. De mindig a népzenéhez kötődtem gyerekkorom óta. Kiskörösön, ahol katona voltam, ott volt egy táncegyüttes. És ott keresték, hogy bevonulnak a fiatalok, hogy ki milyen hangszeren tud játszani. És mondta, hogy tudok hegedülni, gitározni. Hát, hogy hegedűs jó lenne az ottani táncegyütteshez. És akkor kezembe adták a Szatmárit, a Dunántúlit, a Székit, hogy ezeket kéne eljátszani. Nekiültem, hát a bizzenész koromban is fülből tanultunk, tehát nem papír volt, amit hallottunk, vagy jó, vagy tökéletes, nem volt soha, csak hasonlított rá. És hát ugyanezt kellett tennem ott is a katonaságnál, és akkor szerintem akkor úgy ráéreztem valamire, hogy ez jó. És aztán rögtön utána, ugye Halmos Bélával, még Isten nyugtassa, volt a második tánccalzenész képzőtábor Jászberényben. Oda elmentem, onnantól kezdve aztán habzsoltam ezeket a tánccalzenéket. Szevasztok, fiúk! Na, akkor először behangolunk, jó? Az enyém a etalon, ehhez képest. Nézzük, Bálint, kell húzd meg az állat. Ó, tegnap behangoltunk, akkor jó. Húzd össze a D-vel. Nagyon jó, és most a G-t is húzd hozzá. De annyira nem erőszakosan, finomabban. Ne, de mind a kettőt. Kazár az egy különlegesebb, mert ilyen szempontból. Tehát ott volt már olyan is, hogy na kisfiam, te most hegedülni fogsz. Nem én mondom, persze, csak... Tehát, ez rossz kifejezés, de így is lehet ott gyereket szerezni, mert ők szívesen jönnek egyébként is. De nagyon fontos az, amikor már látja a többit, hogy azok már tudnak hegedülni, és nagyon sok olyan gyerek van meg jelentkező, hogy Dénes bácsi, mehetek én is hegedülni? És persze, jövőre, vagy a következő fél évben majd meglátjuk, hogy ne jöhetné, ha akarsz. És szóval valami motiváció van bennük, falusi gyerekek, nem csak az, hogy az óráról el lehet lógni, hanem tényleg úgy vonzódnak a folklór iránt, tehát maga a falu olyan, hogy a viseletük, a énekeik, a szokásaik még élőek.
picit, álljunk még egy picit, mert ugye oda-haza kéne gyakorolni, itt már csak össze kéne engedni az egészet. Meg legyen egy kis lendülete neki. Mert olyan álmos, hogy próbáljuk meg együtt játszani a fiúkkal. Figyelj, most csak én játszom. Jó, hogy figyeljétek, hogy milyen lendülete kéne, hogy legyen az egésznek. Ereje. Jó? Próbáljuk meg együtt, kezdjük. Figyelj. Most rám figyeljél, jó? Ilyen langyos, mert ez tanzene, amit mi játszunk, többnyire tanzene. Nehezebb ott egyébként, mint itt például Salgótarjánban, valamivel nehezebb, nincsenek saját hangszereik, az iskola veszi nekik, tehát sok minden kézbe van nekik adva, és mondjuk egy kicsit ez hátráltatja azt, hogyha a szülő venné meg a hangszert neki, akkor a szülő jobban számon kérni a gyereket, mert mindig általában a szorgalom meg az otthoni gyakorlással szokott lenni a legnagyobb probléma. Hallod, hogyha valamit nem jól csinálsz, hogyha valamit hallod, hogy ez nem úgy van, és akkor rögtön jaj. És mint ahogy minden órán elmondom, hogyha ez odaháza többször eljátszod, elgyakorlod, akkor nem lesz ilyen problémád belőle. Jó? Na próbáljuk meg most együtt eljátszani. Megkeressük. Vigyázz, mert nagyon nyújtod a második ujjadat. Üres húrra. És nagyon-nagyon magasra mész. Nagyon magasra mész. Nem, még mindig. Igen, és még arra is emlékeztem, majd még hangolunk egyet, mert még igazodnak a hangszerek, hogy az utolsó hangot azt még egyszer fölfelé kell. Nagyon jó. Régebben az volt a módszerem, hogy magnó kazettára fölvettem nekik mindig, hogy otthon meg tudja hallgatni. Most már egyszerűbb, mert modern telefonok, okostelefon, meg buta telefon, mindegyik tudja, hogy kell hangfelvételt, sőt videófelvételt lehet készíteni. És akkor mindig fölveszem nekik óra végén azt, amit éppen tanultunk, videóra veszi és odahaza föltelepíti a számítógépre, vagy projektort tesz rá, és akkor lehet tanulni. És már mindegyiknek van telefon? Nem, sajnos nem. Soknak van, akinek még nincs. De hát majd, ahogy modernizálódik a világ, előbb-utóbb lesz. Gergő, ezt minden órán elmondom kétszer-háromszor, hogy az első újak, alacsonyan vagy. Még tessék hallani a zenét, Tonika. Fölemelni a hegedűt, mert le fog rántani a földbe. Előbb-utóbb, meg kényelmetlen, úgy nagyon nehéz hegedülni. Kizárólag hallás után tanítok. Tehát javasolni szoktam azt a haladóknak, hogy gyerekek, le van írva, hogyha elfelejted, vagy nem jut eszedbe, vagy érdemes, hogy a vonózatot, tessék belekukkantani a papírba is, nyugodtan. De a legfontosabb az, hogy a fülünkbe benne legyen, az agyunkba benne legyen, mert az irányítja az ujjunkat majd. Ez szerintem a legjobb módszer, meg hogy mutatom a gyereknek mindig, hogy ezt így kéne csinálni. Én úgy gondolom, hogy az nagyon fontos, hogy lássa, hogy mit kell csinálni. Amikor meg már jól megy, akkor meg le is kísérem, az már külön élmény, hogy amikor már hallja, hogy ott van a ritmus is vele, meg a harmónia is alatta. Nézzük meg a helyi dolgainkat, jó? Mert ugye, aki kazárja, annak kazárit tudni kell muzsikálni, ha már zenész. Ugye rengeteg új stílusú dallam van ezen a környéken, de van szép régi stílusú dallamunk is, mint például a Vidrószki híres nyáj. Nem csak azért, mert betyárokról szól, hanem milyen a szerkezete annak a dallamnak? Hogy szoktuk mondani? Ereszkedő. Régi stílusú, ereszkedő dallam vonala van. Az új stílus pedig az arra mi jellemző? Hát, az kupolás szerkezete van.
A harapós kutya ehhez képest egy szelíd kis cica. Na most akkor nézzük együtt. Csabi, továbbra is. Mikor az éj után visszajössz az ára, mindig lemarad. Ne maradjál, gyere följebb. Mindig lemaradsz. És most jó? Csak ezt. Sokat arattam a nyáron. Hova valósinul te? Mert máshol nem is nagyon hallottam még ezt a típusú dalt egyébként. Hova való? Hol vagyunk? Na, ez a tiétek. Itt a miénk. Én is ma majdnem kazári vagyok, hetente háromszor jövök ide hozzátok. Na, hagyd szóljon. Három, és... Küzdenek is vele, de igényük is van rá, hogy zenekarba szólaljanak meg. Nagyon nehéz, meg nagyon sok év kell, főleg a vonósoknál, hogy tisztán meg tudja szólaltatni, akár a brácsát, akár a bőgőt, a hegedűről nem is beszélve, de mindig kérik is, hogy együtt zenélhessenek. Az olyan másabb, mint a szárazon, egyedül zenélni. Tehát eleve a magyar népzene arról szól, hogy ez kamarazene. Az úgy lehet élvezni, hogyha ott van a segítség a hegedűs mellett. És a nagyobbaknál ez már egyszerűbb, mert ott meg lehet mutatni, hogy kell körülírni, meg milyen díszítési fajták vannak. A kicsiknél még elsősorban a dallam a lényeg, hogy tudja, hogy ez a dallam hova tartozik pontosan. És a stílus jegyei az menet közben, amikor, ahogy tanulja a dallamot, azok ugye a stílus jegyek megjelennek. Ezt ő úgy tanulja meg, még ha tudat alatt is. Azt amikor, ahogy nagyobbak már a gyerekek, akkor már megtanulja a kaloteszegre, vagy palatkára, vagy ezt csavarsiaknak, hogy mi a jellemzője, mi a stílusa a zenéjüknek. A múltkor beszéltünk már róla, hogy azt az energiát kéne a hegedűkbe, kíséretbe belerakni, amit hallottunk a csávásiaktól, vagy a palatkaiaktól, amikor megszólalnak, akkor hanyatlak ilyen embert a zene. Csávási az én egyik kedvenc zeném, mondtam már biztos többször. Úgyhogy úgy szeretném hallani, mintha én játszanám. Majd ha valami nem tetszik, úgyis megállunk, jó? Telefont kikapcsolni. Jó, jó. Szóval az nem tetszett benne egy ilyen. Én se hallottam, pedig itt állok veletek szemben. Nyomd meg, kicseréljük a húrt elszakadt. Ez 1984. október 5-től ebben az iskolában tanítom. És hát igen, azóta volt
Volt már ki mit tud győztes növendéken. Van már kettő is, akik a zeneakadémiát végeztek. Van Tücsök zenekar, Dobroda zenekar, Folt zenekar, Salgó zenekar, akik az én kezem alatt nőttek föl. Hát aztán a Galiba zenekar, még egy csomót is említhetnék, akiknek a tanulmányait úgy segítettük, vagy segítettem. Úgyhogy nagyon úgy gondolom, hogy sok gyerek nőtt fel a kezünk alatt. Visszajárnak. Vissza. És meg vissza is köszönnek dolgok, amiket tőlem tanultak, és megjelenik az új lemez. Jó, ez én is így csináltam volna. Zenekar 79-ben alakult, és ma már én jó régóta én vagyok a rangidős, de én 81-ben csöppentem bele a csapatba. Most már 10 éve együtt vagyunk, így ahogy most per pillanat. Úgyhogy addig vagy a bőgős, vagy a cimbalmos, vagy valaki valami miatt kimaradt, de most úgy látszik, hogy megtaláltuk egymást. Szerintem az első lépés az, hogy a tánchoz kell megtanulni jól zenélni, meg sok-sok koreográfia zenétel játszunk, ott az ember repertoárja bővül, mert meg kell tanulni sok mindent, sőt az ember utána is jár az adatközlőknél, vagy eredeti felvételeknél, hogy hogyan is kell azt eljátszani, és amikor már jól tudom azt, hogy a táncos hogy szereti ezt a zenét, akkor lehet belőle koncertszámokat építeni. És amikor ma koncerten a közönség megveszi ezt a zenét, akkor ma tudom, hogy na ezt ma érdemes továbbadni a gyerekeknek, hogy ők is megtanulják ezt hasonlóképpen. Az adatközlők szinten soha nem fogjuk tudni, az oda kéne születni, de igyekszünk. Rokot szekér, ha tökör van elő. Barna kislány, felült a tetejére. Szemeimet nem ismered, rájön vetni. Nem fog ő megszeretni. Akkor az igazi, hogyha táncosok is vannak velünk, tehát akkor lehet tényleg úgy demonstrálni az egészet, hogy ez így néz ki, mert ott van a kosztüm, ott van az öltözék, de előfordul gyakran, hogy csak mint zenészek megyünk, vagy zenészek muzsikálunk, de elmondjuk hozzá, hogy ez tánczene, és ott képzeljék el, hogy mit táncolhatnak egy ilyen dögös zenére.
biztos vagyok benne, hogy a közönség azt is látja, hogy mi jön le az emberből, a tekintetéből, nem csak a technikai játékából, hogy mit játszik, hogy milyen virtuózon tud játszani, hanem az is, hogy mi sugárzik ki belőle, hogy ezt most milyen szándékkal teszi, hogy mint egy gépen játszom, vagy ott vagyok benne, és én élem át ezt a zenét. Egyébként külföldön pont ezt maga a virtuózitás, meg a temperamentum, az, ami megragadja őket, meg a változatosság, tehát maga a zenén belül is, hogy mennyiféle ritmus van, mennyiféle hangnemek vannak, meg mennyiféle van az erőszakosabb, van a nagyon finom zenék, tehát szerintem hatalmas a skálája a magyar népzenének, és ez magával ragad mindenkit, ha nincs semmi köze a magyarsághoz, akkor is. Csak a saját példamutatás, hogy tehát alázattal vagyunk a zene iránt. Tehát ezt megmagyarázni nem lehet, ezt éreztetni lehet. Vagy amikor a gyerekekkel dolgozunk, vagy a zenekarral dolgozunk, mert főleg az a lényeg, akkor mindig próbálom nekik elmagyarázni ezeket, hogy milyen energiát kell bele sajtolni a zenébe a hangszeren keresztül, meg elmesélni nekik egy-egy gyűjtési alkalmat, hogy hol voltunk, hol aludtunk, mit ettünk, miről beszélgettünk. Szóval ezeket csak elmondani tudjuk, meg esetleg a videót megmutatni, amik utóbbi időben már készültek. Szívügyünk az, hogy a táncosok rendes zenét kapjanak. Akár a táncházban, akár egy produkciót, egy koreográfiánál. Nagyon fontos, hogy a táncos elégedett legyen. A tanítás pedig az meg azért fontos, mert amit én már megtanultam meg a gyűjtések alkalmával, meg mikor már még én találkozhattam azokkal az adatközlőkkel, akik a példaképeink, hogy azoknak, amit mi el tudtunk sajátítani tőlük, azokat továbbadni a gyerekeknek, hogy ne vigyük magunkkal, mi se a sírba, mint ahogy az idősebb zenészek mondták, hogy nem jó, azt elviszük a sírba, adjuk tovább a következő nemzedéknek, meg hát az egész népzenének ez a lényege, az apáról fiúra is, meg az, hogy ne halljon meg se a magyar kultúra, se a magyar nyelv. Tehát, hogyha ezt nem adjuk tovább utódoknak, akkor mit kezdünk magunk vele. Kicsengés, egy kicsit
nem is kasult még erre, vigyázzatok. A vége is nagyon fontos.